Na, sziasztok, Rostron Talk! Élőben és egyenesben az 2018. november 17-i Play It-ről. Itt van Hermit Hun, és előttem van a fél világ, meg Wonder Woman. Mutassuk meg a gyönyört! Másik is van, Idali, vagy kicsoda? Másik hölgy kicsoda, az ilyet. Itt a varázsszó, mert hogy mistike, ha olyan kicsike, akkor még nem tudtam. Bejött ide Hermetyű! Körbenéz. Amúgy itt van a GameStar, majd oda visszanézünk. Csak gondoltuk, menjünk körbe. Gyertek, nézzük meg a Defit. Miért van ez itt? Vagy mi ez? Ennek tényleg az a lényege, hogy annak is lehet kvázi bankkártyája, aminek minden lehet. Na. Mix. Nem tudom, mi az a mix, de zseniálisan néz ki. Csak kicsit sötét van, azért elnézést kívánok. Büfé az nem olyan érdekes. Akkor nézzük a pultokat. Szép áll. Snow Attack. Valami új játék lehet. Amerikai iskolabusz, majd felnézünk rá. Szerettek úgyis iskolába járni, nem? Csabi, mondd a kamerába, mennyire szeret iskolába. Hát nagyon nem. Lusta büdös kölyök. Na. Én ezt megmondom neked, de például... Szóval gyerekek. Éppen nem láttam az acélt. Ami a legérdekesebb. 18.999 helyen 13.300. Hogy semmi másról nem szól a Play It, mint... És ha most megrendelik a Play egy olyan kis készletet, és még küldünk önnek... Mint a... És ez az akció még kettő... Nagy színpadon. Semmi más nem elkámoznak egy 20 perce. Szóval... Igen, már csak 45 másodpercig. Szóval gyerekek, csak a helyi fizetést, a Mastercardot és a Play It Cardot reklámozzák. Nincs más program, mint hogy vásároljatok, fizessetek. Nézzünk végig mindent, nem? Mi? Jó, csak mondom, nézzünk végig mindent. Vagy szórodjunk szét? Jó, akkor gyertek! Megnézzük az egész világot! Na gyerekek, hát ilyen ez. A gyönyörű hostess hölgyet ki nem hagynám még pénzért sem. Hermit Hun csatorna legszebbéke, köszönjük szépen! Na, szóval itt Nintendo Switch-ek, mert állítólag használható a kis gép. Úgy, mi? Na itt pedig már valamivel emberibb elfoglaltság folyik, mert ilyen készségfejlesztő dolgokat lehet csinálni, papírból, kartonból pontosabban. És még mindig működik. Gyerekeknek gyönyörű elfoglaltság. Ez itt a gyermekrész, bár az egész egy gyermekrésznek, mi is gyermekek vagyunk. Na, nézzük akkor körbe az ökörbe. Az ökör körbe. Oké. Okay. Itt pedig nyugodtan ki lehet a játékokat próbálni, sőt ki is írják, hogy milyen játékokat tudsz kipróbálni. Ezt megmutatom. Így, nézd. Ide jössz és játszol, csak nem akarok játszani most éppen. Na. Tévedjünk is tovább. Szóval itt mi? Ja, majd szóljál, ne akkor menjél, hogy Sebi elment. Sebi mondja, hogy kiket látunk, mert én nem ismerem itt a hírességeken. De nézzük meg a sok-sok játékot. Na, akkor folytatjuk, hogy körbenézzünk addig, amíg a gyerekek játszanak. Gyere, nézzünk tovább akkor. Szóval egy kis Osmo félreértés után folytatjuk a körútat. Csak megtaláljuk egymást. Van náluk telefon? Tökéletes. Na. Az milyen játék? Az mag... mi? Ez a tiszta csé mindenhol? Oké. Okay. Gyerekek, egy kis esztétika. Lányok, ne figyelj! Szia! Szia, hostess lány! Gyönyörű vagy! Köszönöm! Gyere, Sebi! Szóval, gyerekek, Ozma egy kicsit felmondta a szolgálatot, mert rosszul kalibráltam, úgy néz ki.
De most folytatjuk utunkat. Na, szóval ez az, amikor VR-ral vezet. Gyerekek. Így? És akkor gondolom, van ennek valahol képernyője is. Ott csak játszik a fiatalember. Hopp, cosplayesek a sarokban. Figyelj, figyelj, de ne maradj. Gyere, keressük meg ennek a monitorát. Szóval, hogyha valaki VR-ral vezet, na erre befizetnék így, ahogy van. Aha, nézzük meg. Nézzük meg, gyerekek. Aha. És akkor próbálok itt a tömegben utat törni, hogy megmutassam nektek a nagy magyar igazságon. Ilyen, ha valaki VR-ral vezet, ezt fogja látni. Köszi szépen a látványért. Jó alá. Köszi. Na. Egy PC build. Ezt megnézem, azt a házat azzal a szép piros színnel. Aha, nem gyenge design. Nem gyenge. És kliens. Aha. Szupi. Aztán már is jövünk tovább gamer laptopért. Gamer laptopért se kell a sarokba menni. Gyönyörű. Illetve a PO este bemutató szerkentyűt is megemlítjük. És nézzük meg, mi található még itt. Mindenem végig akarok menni, hogy olyan legyen, mintha itt lennétek. És este már rakom is fel a videót. Play IT Show, vagy Play It Show és Shop. Na itt aztán lehet venni különböző ajándéktárgyakat, amire most nem térek ki. Lesz pedig Fortnite PUBG, ja. Oké. Okay. Csak hogy lássátok, hogy itt is minden van. Az itt vagyok érzést. Sebike, mi az, ami tetszik? Van-e már, ami tetszik? Nézd ide. És egyből meglátja az Assassin's Creed Odyssey feliratot. Na. Sorry, bocsi, egy pillanatra. Köszönöm. Na gyerekek, az Odyssey érzés átharadva. Hát egyik se. Azt hittem Dórion vagy Korintoszi oszlopok, de semmilyen fejük nincsen. Akkor kinevezem őket Dórnak. Úgyhogy itt az Odyssey érzést tapasztalhatjuk meg. Egyszerűen frenetikus, tehát így. Itt körben, ebben a kis szegletében a Play-nek csak ezzel vagyunk elfoglalva. És már is mutatom. És szépen váltják egymást a fiatalok. Sebikém, ha nem lenne meg neked az Odyssey, akkor most játszanál, ugye? Igen. Ha végigmentünk, akkor adja neked? Oké. Na, szóval Skullcandy. Ha valakit érdekel a márka, elmutatom szívesen, mert ha már kiállítottak, megérdemlik. Munkát, pénzt öltek bele, persze azért, mert értékesíteni akarnak. Ingyen étel, ital lehetne, az érdekesebb lenne, de Istenem, ezt is láttuk. Aha, music you can feel. És már értékesítés is folyik egyből, hát vissza akarják hozni. Hoppá! Szia, te áramot termesz, vagy csak úgy sportolsz? Mert úgy lenne vicces, nem Play-ten áramot termelni. Aha. Itt valami? S9-es termoszok, ilyet lehet nyerni, vagy csak vásárolni vajon? Nincs ebből valami nyereményjáték? Tök jó, gyerekek. S9-es termosz, beszarás. Ilyet kell egyet kunyorognom valakitől. Hogy lehet ezt nyerni? Mi kéne találni? Ára nincs kiírva, úgyhogy. Na. Szóval a Samsung Sport Akadémia. El is jutottunk a végéig. Követem Sebit, mert neki jó a szimatja. Oly, az az Odyssey hatalmas plakát. Komoly, komoly. Na, járjuk először ezt körbe, vagy menjünk át arra? Oké, akkor ezt körbe. Jó van, mi van itt még? PS4-ek, Xboxok, Hitman 2,
Xbox One. De az lejárt lemez, nem? Mi? Ja. Igen. Gyere, nézzük már meg ezt a moddolt autót. Vagy nem moddolt? Csak beraktak valamit. Szia, nagy varázsló. Aha. Na, szóval a kocsi kicsit szerintem azért tele van pakolva itt jósággal. És jól is néz ki. Figyelj, ott is a nagy monitor bent. Monitor, hát az tényleg egy tévé, ívelt tévé van benne. Ja, ez a Trustnek a kiállítása. A Trusttel éppen most vitatkozom, úgyhogy... Ó, cosplay-es. Cosplay veszély, cosplay veszély. Na, és újabb gamer szekcióhoz. Hát a Trust. A Trust az a márka, amiből most már nem veszek semmit. Hölgyet ajánlom figyelmetekbe a Trustnél. És ez még csak az egyik terem fele negyede. Ha? És mit nézünk itt jobbra? Fallout 76! Ladies and gentlemen! Live! Nézzünk rá a Falloutra! Kipróbálod? Gyerekek, élőben és érésben Sherry életében először Fallout 76-ozik! Hoppá! Történelmi pillanat, ladies and gentlemen. The most interesting moment of our history. Tessék! Forralt vizet iszik. Tudja, hogy az egészséges. Az érdeklődő játékos tekintetet meg akarom örökíteni. Keverve némi őrület, szent őrülettel. Semmiként megveszed a játékot? Nem fogja megvenni. Itt van az irányítás, ha valakit érdekelne. Kontrollerre. Na én addig körbenézek, amíg te kiéled magad. Na. Itt VR szemüveg bemutató folyik éppen. Ha látod, ahogy mozog a szemüveg, VR-ra térjünk még, úgyhogy szerintem értéktelen még a technológia, de hát, ha jó lesz. Aha. Meg szeretném mutatni nektek a fiatal embert, ahogy tolja. Aha. Nagy az öröm, sikerült. Lebuktál! Kicsit megvárt, egy kicsit nem kivett és átadakolt, és kapott a gyártalak, az eset, hölgyekről beszélünk, és nézzük, jön-e a pály, jön-e, elveszünk-e az ellenfél alsó esélyt, így is van, teljes mértékben megcserélünk az alsó esélyt, és párosan a két csapat között az előző nyilcsi. Na. Ez egy egyre mélyebb meg ilyen szemlékot. Menjünk oldalra, nem? Mi ez a Legion? Nem tudom, hogy mit a történik a Legion. És hogyan ide a Legion? Mi ez? Most? Telekom kitelepült valamivel, FIFA-val. Erről mit tudunk? Mi ez? Lenovo. Ja, VR. Itt is a VR. Ide a VR? Pedig szerintem halott technológia. Kapura rúgás. Senki? Hol vannak?
Lolnál? Igen. Tristanék mentek lolozni. Vajon miért? Itt pedig valamit ingyen osztogathatnak, mert mindenki sorba áll. Ha? Nem ingyen. Most mit akarsz itt? Mi? Olcsóbban lehet venni, csak van kartyad. Olcsóbban lehet venni? De dolgokat? Ilyen plate kártyával. Aha. Hát jó. Ja, 5000 forint kereszmény plate kártyával. Értem. Egy ilyen device-ra kül vagyok, hogy számít a szükség. De azért... Valljuk be, a gamer gyerekeket ezzel lehet lehúzni, nem? Egérbillentyűzet, szék 200 ezer. Fel fog robbanni, Honor néni. Feltöltőpont. Ó, Sebi, ott van anyósod. Sebi, anyósod. Itt van-e? Haha, gyerekek. Sárki. Megjött a Sárki. Levi most kérdezte meg, hogy Sebi kapott már. Mit szólsz hozzá? Kaptál már Waldbölszi? Várjál. Igen. Kaptál? Nám. Azt mondta, hogy nám. Na. Azt mondja, hogy... It's time for you to rage. Hát itt nagy erőkkel folyik a mindenféle... Oh, HS-eznek az emberek, HS-eznek. HS, ott nem. Ott már nem. Mindenféle játék. Jól van akkor. Akkor lehet itt PC-vel játszani bőven. Na, Sebikén. Kiket láttunk a színpadon, te ellátszadni. Mi? Igen? És még? Sirius, és még? Figyelj, kezdjük rögtön a szabályokat. IGN? Paplovak. Ja, meg Ditke. Az a baj, hogy nem tudjátok, úgy fogjuk nyomni a kérdést. Felkészültünk rátok, felkészültünk. Ez mennyire aljas vagy. Tudod-e? Na. Így van. Megnézzük a másik termet, mester. Menjünk itt középen vissza. Na, várjál, akkor te, Paplovak? Csak emlékszem, hogy kívül akkor. De mondjatok valamit. Akkor március 18. És itt már térünk vissza. ROG! Roli! Itt az ROG! Strix! Persze! Z390-es alaplapreklám, megmutatjuk nektek! Miért nem? Úgyse veszitek még. Ráértek vele. És akkor az ROG laptopok végtelen számban. Hát gamer laptopot csak a kis gyerekek használnak szerény véleményen szerint. Ugye? A gamer laptop az a gyerekeké, nem? Ilyen 8-12 éves korig. Ja, azaz. Unatkozó háziasszonyoknak konyhába főzés közben LOL streamet nézni jó a laptop. Épített gép, gyerekek, épített gép. Spider-Man, Spider-Man. Cica. Hagytam valahol. A DJ pult. Ez
sokkal nehezebb, mint a fejütek, azt el kell mondanom. Már hogy az Oszló 2. De azért néznek, hogy megyek, és mennyire rezzen istenemül tartja. Videósbolt.hu, őket is megmutatjuk, mert kedvesek, vidámok, kipihentek, mint én szombati műszak után. Na, and now, ladies and gentlemen, ez a kevésbé hangos hely. Oly, kicsit azért sok az a hangzavar, nem? Na, nézzünk itt is körbe, kedvenc barátom, csak úgy így a teljesség igénye nélkül. Itt mindenféle elátkozott város. Na, tehát játszani lehet. Királyok a cosplayek. A cosplayek mindig királyok. Nézzünk be ide a bódéba. Ha? Itt mindenhol. Gyere. Aha, itt mindenféle társasjátékokat lehet. Game Club társasjáték volt pontosabban. Szia, lebuktál, megismertelek. Várjál még. Fénycső kardja is van. Azt a mindenit, és még világítunk. Jó napot kívánok. Figyelj, azért nagyon kemény, nem? Köszönjük szépen a videósok kedvéért. Na. Hát játékokból nincs X-Wing. Emlékszem, még 386-oson játszottunk X-Winget. Ja, hogy ez figurás játék, akkor ez nem az. Tök jó. Na. És itt játék, játék és játék. Társas játék. Az offline. Milyen furcsa sebb egy offline, mi? És akkor veszek egy társas játékot. Hány giga? Ez mi? Ez fogalmam nincs, gyerekek. Ne kérdezzétek meg. Állítólag játék. Chroniclo. Mi Chroninol? Krokinol. Basszus, nem tudok olvasni fejen lefelé. Ja, felém is meg volt, mindegy. Aha, azért van itt azért kijelző is egyeny. Na. Mindenki kivonult, aki él és mozog. Reflex Shop. Aha. Itt is játékokkal foglalkozunk. Jó. Anyu, benne leszek a tévében! Mi? Hol? Hol, mi? Megnézzük, csak nézzük meg mindent. Magyar iPhone szövetség, vagy Apple szövetség? Figyeld azt! Na! Hát gyerekek! Beszart behugyozol. Úgy de szép ez az Audi, istenem itt. Írnak-e róla bármit? Ja, hogy VR! A VR-t reklámozzák nagy erőkkel, gyere fiam! Szóval gyerekek, a kiállítás egyik témája főként a VR. Mert tudják, hogy halott technológia, de erőltetik. Aha, és akkor ott van képernyő, meg látod, hogy mi folyik. Aha. Tök jó. Szóval azért nézzétek a játékos mozdulatait. Tök jó. Fék, gánc. Tökéletes. Make headlines. Készülnek a cosplay. Nézz egy időt. Egy óra múlva cosplay. Na. Ki ez az RBK? Olyan ország nincs is. Generali. Individuum az egy tök más lény, az nem én vagyok, és nem, a, nem az, akinek, nem feltétlenül az, akinek én akarom, hogy legyen. A piros szőnyegen vagyok. Azt gondolom, hogy ez az alap, hogy ezt királyság. Nem tudjuk-e fogadni. Neki van a saját érdeklődése, van a saját élete, van a saját mindig, és azt mondom, hogy korszak. Aha, még egy. Generali. Generali VR? Kötelező biztosítóhoz lehet baleseteket szimulálni, vagy mi van?
Na jó, csak vicceltem. Na. Master. Másik épület vár rá, mit szólsz? Másik épület? Nem nézzük meg? Nem vagy kíváncsi természet? Mi? Hát azt mondom, másik épület. Hát gondolom, nem csak egy épület van. Az nagyon szegi. Nem. Hát nehogy már még egy ne legyen nyitva. Hát a Mondokonon három épület volt nyitva. Ez csak egy. Hát oké, okay, aláírom. Csak kíváncsi vagyok, hogy mi van. Én mindenféle vágóképeket is veszek föl. Na, akkor itt kell csak a tudod, hogy jönnek be a cosplayesek fölvenni, jó? Na. Bazd meg, elhagytam a sapkámat. Ne csináld, ja nem. Fome. Bazd meg, még nem teszem föl, én miért az. Eddig elfelejtem. Kösz, kösz. Na, és akkor így a tömeg ajándék átvevő pont. Nem kaptam ajándékot, anyu. Aha. Na, ott milyen fog... Ja, onnan is be lehet jönni, aha. Na, és mit mi van, szerinted? Ja, itt most kikapcsoltam? Nem. Semmi más, csak ajánlás? Ne tégy tönkre. Nagy lenne étteremnek. Gyere. És tényleg. Hát gyerekek, semmit más nem látsz ezen az első felén, csak ajáldákat. Hát akkor tévedtem, múltkor nem volt ennyi ajálda. Aha. Hát úsztok kvázi, jó, de az már a plate. Hol van itt kaja? Én hülye meg még izgultam. Nem tudod, azt hittem, hogy nem lesz ennyi, de... Várjál, sajt burger 1300? Ah, értem. Ok. Hát hiába a helypénzt, azt ki kell fizetni, de hát lelkük rajta. Nézzünk akkor árakat. Klasszik sajt burger 1002. Sült krumpli 500. Egy Monster 450, hát az még nem is a drága boltban 400. 370. Azt a mindenit. A sérüléseid azok nagyon jók. Gratulálok. Tök jó, várjál, ez tök scary. Ah, köszönöm. Na azért van itt erre bujuláj. Kobe sausages. Azaz, hogy kóbászok? Teák. Hosszú tömött sorban. Sebentyű. Nem vagyunk deluxok. Értéktelnek vagyunk a társadalomnak. Na. Akkor itt a vásárrész van igazából. As I think so. Aha, katonák. Majd látjuk őket felvonuláson. Na, hát itt aztán minden van. Aha, Groot. Tudod, mit akarok enni? Ha véletlenül látnál. Grootos pólis. Gyerekek. Varázspálca. Sebi, elvarázsollak. Csuf kis békával akartalak, de hát kétszer ugyanaz nem megy. Neked már kiírta az élet, hogy Dan. Hát ez tényleg csak a shop, de nem kell látjönni többet. Van tömeg, de én nagyobbra számítottam. Na, lol. Azért van itt egy kis lol. Konzolvilág is kitelepült pár PC-vel.
de eléggé nem fentesen eltakarva. Itt inkább magukat szórakoztatják szerintem. Just Dance. Ki az a Just Dance? Lady Gaga vagy ki? Már nem emlékszem. Hot dog. Basszus, van hot dog. Semmi kér. Van hot dog. Nem térünk be egyszer majd egy kár hot dogra. Cosplay veszély, cosplay veszély. Oh, Monster Truck. A bácsi nagyobb, ezt megmutatom. Hogy hívják a kis babádat? A kamerát, vagy a... Az nem érdekel. Zion TV2. Zion? Zion. Zion TV2. Istenem, de gyönyörű. Ez a nagy álmom. Így hívják. Ah, köszönjük. Köszönjük. Ez a nagy álmom, gyerekek. A bácsi megtalálta. Na, van itt egy undorító Monster Truck. Sebi, állj oda, hogy a... Csak így a összehasonlításért. Hogy figyeljetek! Jaj! Emberek! Sztárfotó! Na és akkor itt már megint kajálni. Aj, gyere oda! Retro játékot! Nem ez, ez nem retro játék. Ezt nézzétek! Mortal Kombat 2. I'm fucking believable. Nagy többségetek, kedves nézőim, még nem élt, amikor ezek a játékok futottak. Mennyi pénzt elszórtunk ezekbe a 20 forintosokat? Tekken 3. Isten hozott. Pénzrádobók nincsenek is már rajta? Megjön, hogy az egyből megy. De nem úgy, csak hogy retro feeling miatt, hogy ott legyen. Kivették. Kivették a pénzrádobókat. Mi készül vajon? Valami készül, vagy bontják. Több verzió nincs. Gyere, itt megkerüljük. Lego. Sebi, leülsz legózni, ezt majd visszajövök érte. Hoppá. Csak ne bánts! Csak ne bánts! Jaj, de cuki! Na! Sebi, a celebet látszója. Te még látsz. Az ott mi az a sok táblázat? Mi ez a session lobby? Az milyen gáma? Basz, mi? Battle Royale Arena. Ennyi tudunk. Az a izé, hol van? Ki ez a csávó, ki tőle sokat volt kórházban? Youtuber. Korban. Itt velem szemben a kopasz. Mi? Itt. Mi turbo, ez az? Mondtam én. Na, ez a Youtuber szekció akkor. A névmemóriám nulla. A Dacia, gyerekek, a Dacia! Szerintem a haverik is szegesen. És akkor szerintem ugorjunk is bele a játékba. Végre kezdjük el, és kezdődjön. Négy lesz látva. A magyar nemzeti exportbajnokság. Két magyar legjobb Rainbow Six Siege-t láthatjuk. Kit? Vice támad, a Six-es pedig védőben kezd. Ja, ez két csapat? Aha. Itt vannak az operátorok. És ők egymás ellen fogják nyomni. Ugye bár a Six Sense fog először védeni, és egy olyan támadóban voltak, ami nagyon fontos az alsó védelem ellen.
támadásnál, hiszen ő tudja külni. Körbenézzük, aztán utána már ilyen a világ. Majd a White csapata egy Lion Arnold, ami teljes mértékben ribbentre szorult. Ezt a készítéket tudják, és talán a szép ez a Paks 2-es kamion. Igaz, hogy örökre eladósodunk Oroszországnak belőle, de hát a politika annyit lop, amennyit bír. Úgy né? Keep moving. Itt már olyan érdekes dolgokat én nem látok. Jó, van egy kis rodeó, hogyha valakit érint, illetve céllövészet. Egy érvényes találattal, ha jól látom. Vagy nem tudom, hogy számolja. És pad a sporthoz. Aha, bokszákok! Gyere, Sebi! Ezek mi? Ezek a lufikok. Jaj, itt lőnek! Lézerharc, öcsém! Kemény! Na bum! Katonai toborzás, beszarsz! Na, szóval itt kiképzés folyik, kérem szépen. Kislány elfér a zsákok alatt. Ez egy kicsit csalás, de mindegy. Ő lesz a felderítő. Úgy néz. Na, nézzük meg még azt a Humvee-t. Welcome me. Gyerekek, itt van az én rollerem. Ebbe beférek. Amúgy nem nagy dög. 6 tonna, azt hiszem, 6,5. Van benne ez a... Úristen. Igen, tehát azért fönt fegyver, állványjal, mindennel. Beszarsz. Nem morcona? Azt kéne kipróbálnom, hogy beleülök. Beleférek vajon? Tehát nagy disznó amerikai katonák is beleférnek. Figyeljétek, ezt nem hagyom ki. Be kell mászni. Figyelj, Humvee-be beülünk. Figyelj, az ülés megmutatom. Szóval a luxustól, az állítható deréktámasztól, a kettős légzsákrendszertől, illetve a külön állítható utas felüli airconditiontől búcsúzzunk el, és próbáljunk meg beülni egy rohadt Humvee-ba, ami egy ilyen érzés lesz, hogy szia, lövész! Hát nem férek be, tehát így hátul körülbelül akkora hely van egy Humvee-ban, gyerekek, mint egy jól megtervezett konzerves dobozban. Úgyhogy... Hát megmutattam, hogy ilyen egy műszerfal. Ne keressük rajta a BMW teljes luxus digitális kijelzőjét, az biztos. Itt a rádióegység, gondolom én, meg a mozgató motorja a lövőtoronynak. Ja, hát mit mondjak? Kicsi és szar belül a hely, tehát nem szórakozni ülnek bele a katonák, gyerekek. Megpróbálom itt a sötétben azért megmutatni, mert a fény az nem nagy. Belülről az ajtót figyeljétek. Hát amennyi látszik, tudom, hogy sok nem látszik. De ilyen egy Humvee. Hát ilyen, hogyha nézed az ajtót. Figyelj, ajtókeret, ilyen puha, bepuhított, hogyha borul az autó, akkor ebbe a polifomba vagy szivacsba üsd a fejecskédet. De azért itt azért abba a vasba eltalál, az, és úgy itt jön az ablak rész, ablaknyitó, hát semmi elektromos. Akkor a zsanér az pántos. Ez érdekes, ilyen elég kemény műanyag, de műanyag pántos zsanér van, gondolom nem törik. Fene tudja mi micsoda. De megmutattam ezt is, tehát nem mondjátok, hogy nem láttatok Humvee-t belülről egész eddig. Hátul van még különböző műszerek, a fene tudja mi micsoda, ne kérdezzétek meg. Próbálok valami fény csiholni, de nincs. Na mindegy, majd talán valami látható lesz belőle. Úgy, és már szállok is kifelé.
ez, amit láttok, egy ilyen 80 kilós katonai tűzszerész, hát ilyen robbantásügyi operátor igazából, ami arra való, hogy oda menjen a bombához. A tűzszerész helyett. Van rajta három kamera, az egyik éjjellátó, 200 méter optikai kábel tartozik hozzá, de távrádió vezérelt is lehet. Igazi katonák igazi gépet hoznak és vezetnek. Szerintem zseniális. Nagyon imádom. Csak gondoltam ezt is, megmutatom, hogy ilyen is van egy kréten. Sétáltassuk meg. Na ez a drón, gyerekek. Azt nem tudom, mennyibe kerül. El sem merem képzelni. Gyönyörű. Annyira szép, nagyon tetszik.